Hát jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök titeket a fürdőszobából ismét. Mai borotválkozás apropója a szokásos, és az, hogy ugye talán láthattátok ezt a kis videót, voltam bent New York egyik ikonikus borotválkozási szentélyében, ahol a csoport témához kapcsolódóan szertettem egy zseniális szappanra, ami meg a szappan. Ugye azt mondtam, hogy én nem mindig használok meg a szappanokat, hát ez majd most kiderül, hogy milyen és hogy működik. És a másik téma, ami előkerült a szintetikus, nem szintetikus pamacsok kérdése, ez egy Kent Infinity. Szerintem nem eredeti, mert olyan 20 dollár körüli áron meg lehet eBay-ről szerezni. Nekem bevált utazónak ezt használom, de most, hogy szó esett róla, hobbiból előrántottam. Áztatást nem igényel, megmutatod nekem vizet, és már mehet is a buli. A szappan. Egy érdekes rajz az elején, méghozzá az enigmát idézi. Miért is? Azért, mert olyan összetevői vannak, amire azt mondta a készítője, ez a PAA, Phoenix Artisan Accoutrements, egy ilyen franciás nevet választottak maguknak, egy nagyon jó fej tulajdonosan a cégnek. Azért választott az enigmát névként, mert hogy annyira titkozatos, annyira érdekes illata van, hogy úgyse fog rájönni senki, hogy mi van benne, de azért ráírta, hogy szamóca és ez az oud fa, ami igazából egy agarfának a gyantája. Most egy nagyon divatos illat egyébként, nagyon sok parfümben megtalálható. Zseniálisan jó illatom. Egész nap el tudnám szaglászni. Így néz ki, még origi. Minimálisan nedves. Ugye vizet, keveset vesznek fel ezek a pamacsok, úgyhogy érdemes kéznél tartani. Azt írja a készítő, hogy egy 10 másodperc, a szappan készítő, hogy egy 10 másodpercet bohóckodjunk el a szappanban, 8-asokat leírva. A szinti pamacsokról azért azt tudni kell, hogy kevésbé veszik fel a szappant, de valamit azért sikerült összeszednie. És ezt egyszerűen az arcomon fogom ismét kipróbálni. Nem tudom, milyen eredménye lesz. Hát igen, ez nem ugyanaz egyelőre, de nem mondunk ilyen gyorsan véleményt. Azt látjátok, hogy a vizet közel sem tudja, hogy megtartani egy ilyen pamacs. Inkább kipotyog belőle. Viszont borzasztó gyorsan megszárad. Nem lesz büdös, nem lesz penészes, nem lesz csupa rumli minden. Éled azért ez a szappan, nyílik, virágzik. Lesz belőle valami. Meglepően jó. Megnéztem az összetételét, valóban teljesen vega. És a minden itt tényleg. Amikor ilyen apró kis habok repülnek szanaszét, az látszik, hogy nem használok elég vizet. Nyugodtan ilyenkor rá lehet vizezni egy kicsit. Ha kinyílik ez a szappan, akkor ez működni fog. Igen, ott is van. Na jó, én azt mondom, hogy mivel zuhanyból jövök, ez így egy első blikre ez egy eredmény. Nem lett egy olyan vaskos durum habunk, mint mondjuk egy állati szappannál, de mondjuk, hogy ez valamire jó. A mai borotva egy valamennyire késeseknek ismerős sem hangzó vagy csengő cégterméke. Méghozzá ez a Ontario Cutlery nevű cég, akik a késeikről, főleg a itteni honvédségnek gyártott késeikről lehetnek ismerősek, viszont ez egy 1911 óta működő cég, akik 11-ben indultak, és valahol 1937-ig gyártották ezeket a borotvákat. Valaki már ezt újra nyelezte, eBay-en csaptam le, remek cucc. Nagyon-nagyon jó visszajelzése van, én szeretem. Megmondom őszintén, a leggyakrabban használt beretváim egyike. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy Ontario a nevük, ugye, ami Kanadában van, New Yorki cég. De hát ez már egy apró cifra történet. Az Enigmáról közben lehet beszélgetni egy kicsit. Mi volt az Enigma? Ugye a nagyon titkos szappanunk összetevője. Bocsánat, elnevezése nem az összetevője. Az Enigma ugye a 20-as évek elején
kezdődött az Enigma Project, ami a németek titkosítási projektje volt. Gyakorlatilag egy olyan titkosító rendszert. Én így ide így szoktam gyűjtögetni a habot, aztán majd a végén löttyintek, hogy ne csinálják nagy zajt nektek. Szóval a 20-as években indult titkosítási projektjük volt, egy rotációs titkosító berendezés, amit meglepően sokáig használtak, bízva abba, hogy ezt igazából nem fejtette meg senki, és nem törte fel senki. Míg nem egy Alan Turing nevű angol úriember, matematikus, valamikor 39-ben indítva egy projektet, egészen 43-ig küszködve a dologgal, megfejtette a németek titkát, és épített egy gépet, ami gyakorlatilag minden éjfélkor volt kódcsere ezeken a enigmákon. Ez a jó ember csinált egy gépet, ami 2-3 óra alatt a kódcsere után feltörhetővé tette minden áldott nap az Enigma kódolását. Erről egy zseniális filmet meg tudtak nézni Kódjátszma címmel. Érdemes, hasznos időtöltés. Jól kielemzik a helyzetet, tényleg én nagyon szerettem ezt a filmet, és valóban szaglászom, nagyon-nagyon jó illatú szappanról beszélünk, igazi, igazi szerethető darab, és tényleg nagyon-nagyon jó habja van, tehát csúszik, érzem, hogy nem lesz itt nagy baj. Szeretni fogjuk egymást. Gyönyörű hangja van a Beretvának. Most visszatérek közben a pamacsra. Ezek a szinti pamacsok nekem annyira mondom állandó napi forgásban nincsenek, de ha ez a videó már úgyis vegán szappannal készült, akkor azt gondoltam, hogy nehogy bármilyen kis prémes állatka ma sérülést szenvedjen. Úgyhogy vegán szappanhoz vegán pamacs. Dukál. És múltkor felraktam ugye azt a ominózus arctérképet, rajzoljuk be magunknak, hogy hol, kinek hol nő és hogyan a szőre. Nekem itt a neurológikus pont. Valamiért ez egy örök probléma, úgyhogy magamnak azt a trükköt találtam ide kifelé, hogy ezt rögtön visszafelé szoktam borotválni, tehát azt hagyom utoljára. Balkezes vagyok, emiatt a jobb oldalon láthattok még mindig tanástalanságokat, de azért olyan nagy baj már nincsen, tehát viszonylag kevés. Vérveszteséggel meg szoktam oldani ezt a részt, és gyakorlatilag innen pedig. Mehetünk is visszafele. Alakul a dolog, jön egy öblítés, jön egy kis zaj. Szóval én nagyon kedvelem a straight borotvákat is. Nem mondom, hogy a teljesítményem zseniális velük, sem időben. Most már hatékonyságban azt gondolom, hogy hozom az egyik borotvák képességeit. De azért ez egy úri hobbi. Erre időt kell szánni. És mint olyan. Nem lehet összecsapni a dolgot. Már csak az életése is. Én egy ILR, egy Imperial Rocca spanyol követ használok finisher kőnek. Ez egy 12.000-15.000 grit közötti kavics. Nagyon érdekes, hogy van egy olyasmi maradék csúszósága a szappannak egy ilyen gyors öblítés után is, amivel még akár komolyabb ráhabozás nélkül neki tudnék menni még egyszer. És látjátok, hogy milyen szépen megmaradt a hab ebben a pamacsban is? Geniális. Nagyon jó. Simán a második fázisra is bőven elegendő. És mintha a szappan is jobban künnyült volna. Teljesen. Hú, nagyon jó az illat. Nagyon-nagyon jó az illat, az ára. Megfizethető 14 dollár talán, nem egy horribilis, tehát szappanok közül nem egy horribilis összeg. Tetszik, finom. Fogom használni többször. Kalandozzunk akkor egy kicsit.
Azért, ha néha csöndben vagyok, annak oka van. Nem lehet mindig beszélni. Szóval ez érdekes a cél ez. Ugye, mint mondtam, 36 előtt készült. Valamiért az érzésem van, hogy minthogyha rozsdamentes lenne. Bármilyen furcsán is hangzik. Nem tudtam igazából túl sok információt találni róla, mert semmilyen azonosító nincsen rajta a készítő nevén kívül. De meglepetésemre tényleg egy nagyon rozsdamentesnek tűnő anyagról beszélünk, és nem igényli azt a törődést, mint esetleg a most Kínából vásárolható golddollárok, amit ha csak leteszel nedvesen, amíg befejezed a borotválkozást, vagy nehogy Isten egy alkoholos aftershave-vel hozzányúlsz az ujjaddal, már ott maradnak a foltok, és elkezdődik egy villámgyors oxidáció. Ezt ezzel a borotvával még sosem éltem át. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a jószágot. Le is malacoztam magam egy kicsit, de hát mégsem állhatok elétek egy Na, és most jön az, amiről beszélni szerettem volna, hogy igazából ezek a pamacsok nem vesznek fel annyi vizet, meg azért eléggé tökölős emberet vágódom, emiatt előfordul az, hogy egy kis vizezés, újrakenés. Ez az, ami szerintem azoknál a szappanoknál nem nagyon jelentkezik, amik állati alapúak. Akkor találjunk vissza, hogy hol tartottunk. Mondhatom, hogy ott, ahol vérzik, ott már biztosan jártunk. Érdekes dolog, ugye elég sokat használok kamiszorit, ugye a japán egyenes pengéket, emiatt nekem a nyél sokszor útban van, holott a fordított fogásban ennek el kéne férni az arcomon, de valamiért ezzel még nem sikerült teljesen megbarátkoznom. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már a feszítéshez nagyon jó jövő megoldásokkal. Kettő ilyen van. Egyik a Team Show. A Team Show egy remek dolog, ha itt tartjátok magatok mellett, meghúzzátok az ujjatokat rajta, és legyen az bármilyen szappanos az arc, tudjátok folytatni a borotválkozást, tudjátok húzni szépen a bőrt. A másik pedig, hogy itt az itteni készítők ezt a piacérést megragadva gyártanak ilyen pici borotválkozó kendőket, ahogy az EDC kendők is léteznek, úgy borotválkozó kendők is léteznek, amelyek ideálisak erre a helyzetre. Nem tudom megszeretni valamiért a straight borotválkat. Látszik, hogy közel sem vagyok annyira magabiztos, mint az amúgy sokkal élesebb és sokkal bátran mondhatom agresszívebb sevettekkel. Egyszerűen a hatékonyságom kisebb, és az eredményességem sem annyira precíz. De azt mondjuk, hogy ez valami volt. Gyors öblítés, nem zajongok nektek túl sokat. És most viszont én is timsózok egyet. Abból egy hordozható jószágot használok. Hordozható, mindegyik hordozható. Hideg víz. És az egész felületet átdolgozom szépen. Kicsit sírok belül. Várok egy 10-20-30 másodpercet, és hideg vízzel gyorsan átöblítem. Remek.
remek volt. Egy könnyű törlés. Egy kortyintás az elmaradhatatlan Kolumbiában termett 100%-os arabikával. Mennyit tudnék erről is beszélni? És lezárom az egészet, a korábban mutattam a Fine-t, mint gyártót. Van nekik egy Platinum névre hallgató aftershave-jük. Ez a régi csomagolás, az újfajta csomagolás egy picit kockább alakú. Régen a snapsos üveg volt itt ez a szabvány snapsos üveg, csak nem zárt rendesen kupaki, amelyet átalakították. Szóval a Fine-nak egy nagyon kellemes, dohányos illata, ez a Fine-ok közül ez a kedvencem. Ez teljes asszonyi jóváhagyást élvez, bármikor használható. Kellemes, tényleg egy igazán férfias, dohányos illat. Remek borotválás volt ez. Azért nem olyan rossz dolog ez a Vega szappan, gyerekek. Egy esélyt érdemes neki adni. Sok tudsz van még, kaptok még belőle ti is. Hozok még, mutatok, tele a polc. Úgyhogy jó borotválásokat. Szevasztok!